Édes savanyú, drámai romantika a konyhából, avagy egy paradicsom szerelmi története. Új alkotói utakat keresnek a főiskolás filmeseink. A Hallgatói Filmszemle alkotásaiból elkezdett sorozatunkat folytatjuk most. Köszöntöm vendégeimet, a két alkotót, a filmről Buri Balást, első éves rajz-vizuális kommunikáció szakos hallgatónk, és ez miután egy koprodukció, az Eltéről van a társa, Mikes Gábor, aki viszont már negyedéves bölcsész az Eltér. Mennyire találó a fölvezetés, az édesavanyú fölvezetése? Hát betalált nagyjából. Tényleg új utakat keresünk. Mi volt a begyomásuk a filmszemléről? Ott meglehetős tág körben mozogtak a filmek. Hát igen, talán ez egy kicsit probléma is volt, mert volt, tehát a nagyon amatőr és a kevésbé amatőr filmek vegyítése lehet, hogy megnehezítette a zsűri dolgát az értékelésben. Megizzadtunk egy kicsit. Tehát kategóriájában más filmek voltak. Voltak ilyen home videó jellegű filmek is. A maguké viszont egy nagyon izgalmas vállalkozás volt. Egy kicsit már talán, nem tudom, hogy jó-e szakkifejezés, hogy az animáció felé ment el a dolog. Hogyan született az ötlet, Gábor, egyáltalán? Melyikük mit csinált benne? Hát az alapötlet az egy újpesti utcán séta közben pattant ki a Balázs fejéből, hogy csináljunk filmet egy paradicsomról. Aztán onnantól kezdve a sztorinak az elemei, azok már közös munka gyümölcsei. Közösen írták, mind a kettőjük forgatókönyvet is írt. Igen. És ki volt az operatőr? Balázs. Én voltam. Hogyan működött, hogyan mozgott ez az egész? Egy kis belső trükköt meséljenek már el róla, mielőtt a nézők láthatják majd ezt a filmet. Hát valójában ez az alapötlet azért is tűnt jónak, mert arra gondoltunk, hogy mivel nagyon amatőr és kezdő filmesek vagyunk, ezért nehéz lenne az élő szereplőket mozgatni, meg annak megvannak a maga veszélyei, hogyha amatőr szereplőket alkalmazunk, és ezért ha a tárgyakkal filmezünk, akkor nagyobb befolyásunk van a történéseket, könnyebben irányítható. Abban reménykedtünk, hogy paradicsomból tudunk profit szerezni, színészből nem biztos, hogy ez egy jó ötlet volt. Egyébként most az egyik filmjüket vetítjük, de Balázshoz két film is kötődik, a másik a Rem volt. És érdekes módon számomra voltak közös vonások, de nagyon ellentétes két film volt. Ez azért a kicsi drámaisága mellett mégis inkább egy lírai történet, amit most majd látni fognak. A Rem az viszont egy nagyon pörgő, ez egy nagyon, nem is igazán tudtam eldönteni, hogy ez egy rémálom, vagy mi lenne. Kapcsoljuk össze a kettőt, meséljen a Remről is, azzal mi volt? Hát, tulajdonképpen az egy ilyen klipszerű film, az lényegében csak az a célja, hogy változatos képjelemekkel, hát így sokkolja a nézőt. Nagyon sokkoló hatású volt, rettenetes tempóval, tehát sokszor nem tudtam, hogy most már csúrog a hátamon a víz, vagy nem még, mert nehéz volt követni. Hát ez cél. Egyébként azt is le fogjuk majd vetíteni, csak most az előző jön. Ez cél is volt, ezt a kettőt neveztem be, hogy ez egy ilyen kontraszt beállítsa a két filmet, hogy egy lassabb és egy nagyon gyors film. Hát mindent szeretünk érdekes kipróbálni. Kísérlet, mindenképpen. Na és akkor prózai módon miről szól az édes savanyú? Hát szerintem elég sok minden van a néző képzeletére hagyva, de talán nem jár rossz helyen az az ember, aki azt gondolja, hogy ezért ez a paradicsom, ez lényegében egy ember, akit talán színész hiányában is alkalmaztunk, tehát ha végignéz az ember majd a jeleneteket, szinte kivétel nélkül csupa olyan eseménnyel találkozunk, amelyek mind a paradicsomnak az ember létet képviselő voltát erősíti. Zuhanyzik, hát nem akarom elárulni előre, de... És szerelmes. És szerelmes, ami talán még fontos. Ez a legszebb a paradicsomban, hogy szerelmes. Volt-e valaki mester, aki elindította e felé magukat? Hogyan kerültek egyáltalán filmvilágába? Hát szerintem olyan tanárunk igazából nem volt, csak mindketten nagy filmfanatikusok vagyunk. És milyen filmeket szeretnek? Hát nem annyira klasszikusokat, inkább az ilyen Quentin Tarantino irányába. Meg hát a lényeg az, hogy tulajdonképpen
a meglévő ilyen olyan filmes tudásunk, amit csak nézőként szereztünk, azt próbáltuk kamatoztatni. Volt ennek valami előtanulmánya, vár előmunkája, vagy ez az első művük? A mű ez, nekem ez volt az első, a Balázsnak már voltak korábban is munkái. Ami az én érdeklődésemet a film iránt felkeltette, az ebben a fél évben egy filmóra, ahol a tanár rendkívül nagy benyomást tett rám, egy angol, Angliából érkezett tanár, és emlékszem pontosan, hogy együtt néztük a Pszichóból egy jelenetet, amelynek kapcsán a montázs technikáját mesélte csak el. Nem a zuhany alatt a gyilkosság jelenet, amikor 40 másodperc alatt, ha jól tudom, 75 kép pörög. Igen, és soha nem látszik az, hogy valójában mi történik, de mégis mindenki erre asszociál, és ez a montázs dolog nekem nagyon megtetszett, és gondoltam, hogy milyen érdekes lenne ezt így kipróbálni. Izgalmas kísérlet volt. Terv következő, mit jelentett most ez a filmszemle siker, itt a hallgatói filmszemle is? Nagyon örülünk az eszmei sikernek, de egyébként a díjaknak is. Veszünk belőle felszerelést, most ezen a filmen látszani fog, hogy nem volt állványunk. Eléggé remegősek a képek, de most veszünk, meg még lencséket, és akkor belevágunk. Most majd az lesz, hogy megpróbálunk a következő lépcsőre lépni, és hát szereplőket alkalmazni, de egyelőre még nem fognak beszélni, csak egy ilyen néma film lesz. Izgalmas kísérlet lesz. Én azt mondom, hogy ez pontosan az a téma, amiről nem igazán beszélni kell. Ilyenkor szokták mondani, hogy lássuk a medvét. Nézzük meg akkor az Édes Savanyút, egy paradicsom szerelmi történetét drámai pillanatokkal fűszerezve, és hát köszönöm a szerzőknek, hogy beavattak bennünket ebbe. Köszönjük. Thank you.